Csütörtök reggel fél kilenc korbük és lövő között Lócsnál a fénysorompó tilos jelzése ellenére a vasúti átjáróba hajtott egy osztrák rendszámú személygépkocsi és összeütközött a Sopronból szombathelyre közlekedő gyors vonattal. A gépjármű vezetője és utasa is a helyszínen életét vesztette. A vonaton utazók közül senki sem sérült meg, a baleseti és ideje alatt az érintett szakaszon az utasokat vonatpótló autóbuszok szállították. A vizsgálat lezárultával fél 12-kor ismét megindult a vonatforgalom Szombathely és Sopron között.